Az adai Gali Zoltán vendéglős és csapata ismét Guinness rekord kísérletet hajtott végre, immár harmadízben. Először 2008-ban óriási üstben főtt a magyaros gulyásleves, majd 2009-ben a leghosszabb összefüggő rúdon felaggatott 100 bográcsban főzött ételekkel versenyeztek. Az idén pedig az összesen 1400 kg súlyú szárma elkészítése volt a tét. Mivel Guinness rekordról van szó, tehát itt azért elég sok adat, meg tehát itt nem lehet manipulálni, meg nem lehet dolgokat. És említettem, az első kettővel sem nincs semmi gond, anyagi okok miatt félúton vagyunk vele. Ezt a harmadikat most egy szerintem tapasztalat alapján és minden alapján úgy igyekszünk. Tehát szerintem ezt ha sikerül, akkor ez a leghamarabb ezt, tehát túllépjük, ezt befejezzük, aztán eldöntjük majd a másik kettő, mi lesz, mert pénz sajnos, majd nem nagyon tudunk elkülöníteni ennyi pénzt az egészre. Nem volt egyszerű a szármák üstbehelyezése sem. Így a főzéshez bizony a fémipar és az építőipar gépparkját is igénybe kellett venni. De megérte, hiszen a szakzsűri, a Guinness rekordot felügyelő bizottság, a résztvevők, és persze a több száz főkóstoló véleménye szerint kitűnőre vizsgázott Gali Zoltán és csapata. Hogy a Guinness rekord sikerült-e, majd csak néhány hónap múlva a londoni főbizottság véleményezése után derül ki.